Gondolom már kitaláltátok, hogy hol vagyunk. Úgyhogy gyertek velünk, megmutatjuk nektek a várost. Ott van fent a megálló, de megpróbálunk felmenni lifttel, mert kutyával vagyunk. Itt Miamiban egyébként kötelező a maszkviselés. Büntetnek, hogyha nincs az arcunkon. Úgyhogy még erre is figyelni kell. Itt megy felettünk. Eljöttünk lifttel, és akkor itt kell várni. Ingyenes, igen. Itt a térkép hozzá, hogy merre megy. Hogy van, Pöpöl? Csak itt a belvárosban, jó? Egy nagy kör. Van egy egynyomozgása. Alattunk meg megy a troli. Ezek a lakások a vízre, az óceánra néznek. Na, akkor visszafelé irány. Itt az American Airlines Arena, és mellette a Bayside-nál látszik az óriás kerék. Ez pedig a kubaiaknak az ikonikus épülete. Az itt élő kubai közösségnek, ez a Freedom Tower, vagyis a szabadság torony. Megy a másik vonat. Az első ablaknál egy idősebb házaspár nézelődik, oda nem tudok menni, úgyhogy oldalról mutatom majd az épületeket. Most már egész közel vagyunk a belvároshoz. De ez egy egészen más perspektíva, mint kocsiból, innen a magasból. Ebben a Wells Fargo-nak az épület, a City National. Ennél a megállónál leszálltunk a metróról, ugyanis innen indulnak a vonatok West Palm Beach irányába, Fort Lauderdale. És hamarosan remélem, hogy Orlando is. Igen, ez a terv, hogy a Disney meg... Hogy csatlakozni ott Orlando, és utána Tampa. És Orlandóban, és ugye Orlando. A tematikus parkokhoz. Igen. Nem járnak a vonatok, ugye a vírus miatt. Pedig annyira szép az épület, ahogy megcsinálták. Szóval ez a Brightline, a gyors vonat. És a brit milliárdos. Richard Branson, azt hiszem úgy hívják. Ő vette meg az egészet, és ezért lett Virgin, ahogy ugye a légitársaságának is ugyanez a neve. Nagyon szerettük volna nektek megmutatni, mert gyönyörű épület. Nemrég adták át, ugye? Hogy? Nem olyan régóta működik. Nem nagyon régen. Ez gyönyörű, tiszta, minden, de rengeteg baleset szokta lenni. Mert csak hülyék emberek, tudod? Ez egy gyors. Az átjáróknál, a vasúti átjáróknál. Igen, ez körülbelül úgy volt, hogy havonta volt egy ilyen... Történ. De nem azért zárták be, hanem a vírus miatt. Nem, most a vírus miatt van probléma, igen. De látom, mennyire szép a struktúra, hogy minden. Új, teljesen új. Igen, valahonnan kakas szól. Ez vicces itt a belvárosban. Igen, itt a stadionnál van fitnessezési lehetőség is. Ülünk akkor most a kis metróra, és akkor megyünk Brickell felé, központ felé. Hú, ez izgét, van egy kis emelkedő.
Féltek mi? Mindig azt mondja, hogy olyan, mint egy hullámvasút. Lassan megy, nagyon, nagyon nyugis tempóban. Ó, most egy kicsit megyorsult. Innen pont látszik, ugye, hogy ott vannak a lakások és a hozzájuk tartozó medence rész. Általában ugye van fitness és medence. Jó magas közös költséget fizetnek azért, hogy ezeket tudják élvezni, használni. Az ő erkélyük az ide nézve a sínekre, a metróra. Annak az épületnek is ott van a medence tere, ahol a pálmák vannak. Ha ennél a megállónál leszálltok, itt a Brickell-nál, akkor itt van egy hatalmas bevásárlóközpont, ami gyönyörű. Építészeti stílus, a milliónyi, nagyon gyönyörű üzlet, érdemes betérni. Aki erre jár turistaként, én ezt a bevásárlóközpontot nagyon ajánlom neki. Mi most csak azért nem megyünk be, mert készülünk Alberto szüleihez, a nagyszülőkhöz, a kubai nagyszülőkhöz. Ők várnak bennünket ebédre. Tepölnek fura, hogy sok ember van, nem egy városi kutya. Oh, innen már gyönyörűen látszik a belváros. Nagyon különleges épületek vannak. Alberto magyarázza, hogy mi micsoda a gyerekeknek. Itt a folyó. Gyönyörű. Azért jól esik a városi hangulat a szemünknek, nem? A Miami folyón lehet menni hajókázni. Haladtunk az autók. Teljes körpanoráma. Ott jöttünk azon a sínen. Haladtunk a forgalom. Arról is ismert a Bayfront Park, hogy innen indulnak a városnéző hajótúrák. A felemek. Távol van az óriási kerék, onnan is jó lehet a kilátás. Megérkezünk vissza a parkolóházhoz.
Mari Elena Alberto. Hola. Hola. Hola los Emils. Nézzétek, hogy várnak a nagyszülők. Készül a sok finomság. Mari. Un beso, abuela. Készül a tamales. Van finom tepertő is. Ezt a kubaiak készítik. Családok foglalkoznak vele. És így lehet megvásárolni. Frissen sütött tepertő. Én is levettem, igen. Másfajta kövő is. Nézzétek, mekkora fa van az udvarukon. Olyan jó árnyékot csinál. Elfáradtál a vonatozásban? Mehetsz a szerszámos kamrába, és játszhatsz a szerszámokkal. Megengedi, kinyithatod. De hogy nem, nézd. Így. És ami a kubai otthonokban elmaradhatatlan, a romantikus latin dalok. Így néz ki a tamales, kukoricapép, és van benne húsi, tepertő, és a kukorica levelében fő meg, ugye az üstben, amit láttatok. Köretként esszük, ha sok finom húsival. A gyerekek már nagyon várják. Pero a mí no me lo diga, dice la abuela. És akkor kongrisz van mellette. A kongrisznak a receptjét azt már megosztottam veletek az Instagram oldalunkon. Itt van Amerika hivatalos, nemrég indult Instagram oldalunkon. Ez ugye a tradicionális arroz kongrisz, vagyis fekete babos rizs. Jól mondom? Pontosan jól mondta. Arroz kongrisz. A szénanyúk arroz kongrisz. Az a legjobb, igen. Ne, nincs jobb a világmintez. Szóval itt van egy igazi kubai kongrisz. Tamales, ami kukorica, ami benne van kis tepertő, meg fűszere, meg nagyon finom. Ez itt a grill. Azt meg apukát csinálta. Ami argentin kolbász, oldalás. Ez azt csinálom most a... Amit kint csinál, ez most micsoda? Disznó. Disznó. Kérdezhetek egy kérdést? Ura, akkor besz tenni ezzel, vagy ehetek? Ehetsz mindenből, amit kívánsz. Régen találkoztunk már ugye a nagyszülőkkel. 50 percre laknak tőlünk. Itt Miami-ban. Miri mindenből kér. Imádja a kubai kaját. Igaz? Miri, ya primero me la voy a comiendo. Fian, tenem a casarni. Gyere itt. Ízlik? Finom? Negyed, édes. Szóljál, ha kell még több húsi, jó? Pepper, te mit csinálsz? Mit akarsz? Találkozunk legközelebb. Sziasztok!